A szokásoknak megfelelően három korosztály csapatai mérték összetudásukat az országos vízilabda bajnokság keleti A2-es csoportjának 10. fordulójában. Az Aquese fiataljai a budapesti Polo Akademi Sportklub együttesei ellen szálltak medencébe. A gyermekcsapat szoros meccset játszott, és végül 2 gólos vereséget szenvedett. A serdülők 14 gólos győzelmet arattak, és ezzel megszilárdították helyüket a középmezőnyben a tabellán. A gyerekcsapat a várakozásnak megfelelően egész szépen szerepelt. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen a végéig harcban voltunk a győzelemért, hatalmasat küzdöttek a srácok, és ezt szeretném látni a következő fordulókban is, hogy így állunk bele a mérkőzésbe. Most sajnos nem sikerült győzelmet szereznünk, viszont nagyon biztató az előjel a következő fordulóra nézve. A serdülő csapatunk egy magabiztos győzelmet aratott, ez is volt a papírforma, és itt az volt a lényeg, hogy mindenki szerephez jusson a mérkőzésen, és nagyon jó volt látni, hogy a 2008-as játékosok is úgy szálltak bele a mérkőzésbe, hogy gólokkal tudták ezt a bizalmat meghálálni. Az ifjúsági együttes 7 góllal múlta felül ellenfelét, és a győzelem egyben az első bajnoki sikert jelentette 60-i Péter együttese számára. A Aquese pólósai, amíg a nyíregyházi úszoda zárva volt, újfehérton készültek. Az edző szerint pozitív hatással volt a játékosokra, hogy visszatérhettek a megszokott környezetbe. Nagyon jót tett nekünk az, hogy visszakerültünk az uszodába, hiszen itt megvannak azok a körülmények, hogy sikereket tudjunk elérni, és a gyerekekkel látszódott is a fordulók alapján, hogy amint visszakerültünk, egyre jobb lett a játék és szebb lett a játék. A bajnokság alapszakaszából még 3 forduló van hátra. A nyíregyháziak Vácra és Békés Csabára utaznak, hazai környezetben pedig a Hódmezővásárhelyieket fogadják az Aquese pólósai.